Minden évben beszámoltunk róla, hogy egyre többen töltik a Valentin napot a karcagi éttermekben. Az idén ez máshogy történt. A szerelmesek napján nem muszáj órákig készíteni a romantikus ebédet vagy vacsorát, házhoz is rendelhettünk. Így történt ez most a Covid miatt Karcagon is. Négy fogásos a menü, és a balzsamos körtek nimlevest emelném ki, illetve a főételeink a sertésszűz és libamell közül lehet választani, tehát a hölgyeknek is és az uraknak is kedvezünk egy kicsit. Hát mivel itt helyszínen nem tudjuk a romantikát biztosítani, ezért az otthoni meghitt pillanatok érdekében egy kis meglepetés desszerttel, illetve egy szív alakú piros gyertyával kedveskedünk a pár részére. A korosztály az inkább a középkorosztály jellemző, ugye ők a Valentin napot jobban megünneplik, és inkább ők, akik ezt igénylik és szeretik. Külön menü készült a szerelmeseknek. Próbálunk minden évben különleges alapanyagokkal, különleges fűszerezésekkel, tehát minden évben próbálunk olyan étesort összeállítani, ami nem egy hangú. Például ebben az évben van egy főételek közül ki szeretném emelni. Van egy nagyon finom rozé libamellünk, ami egy mangós tagliatelle tésztával készült, és kakukkfüves zsűvel van ő egy kicsit nyakon öntve. A tagliatelléről annyit kell tudni, hogy ez egy olasz tésztafajta, ami egy mangós pürével van egy kicsit összeforgatva, és ugye, amit az imént mondtam, a zsűvel van egy kicsit nyakon öntve. Szintén a libamell, és ugye a libamellről pedig annyit kell tudni, hogy rozéra van elkészítve. A menü népszerű volt a helyiek körében, volt, aki már napokkal korábban megrendelte a Valentin napi menüt. Terveztük, hogy csinálunk magunknak egy ilyen kis kikapcsolódást, de a mai körülmények között ezt találtuk kézenfekvőnek is. Láttuk a hirdetést, megrendeltük, és most jöttem érte. Az étterem tulajdonosok remélik, hogy hamarosan már az étlapról helyben is fogyaszthatnak a vendégek.